Filagória. A védett közösségi tér. És a védett közösségi térben Ruzsa Viktor kíván kellemes estét szerda este rádiózó hallgatóinknak, illetve kellemes hétvégét, kellemes ébredést, műsorunk szombat reggeli ismétlését hallgató hallgatóinknak. 2015. július 15-i adásunk hallják. Szervezeteket, embereket igyekszem bemutatni, akik munkájukkal, önzetlen tevékenységükkel megpróbálnak másokon segíteni, mások életét szebbé, könnyebbé tenni, ahogy teszi ezt a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesülete, amelynek elnöke Nemes Nagy Tünde vendégünk most itt a Civil Rádió stúdiójában. Kedves Tünde, szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást. Hogyan kezdődött a te életedben az egyesületi munka? Azt szeretném, hogyha erről beszélgetnénk egy kicsit, hogy mielőtt az egyesület konkrét tevékenységére átérnénk, megismerjenek téged a hallgatók. Én születésem óta látássérült vagyok. Budapesten tanultam a Vakok iskolájába. Aztán amikor eltelt az a tanulási időszak, akkor hazakerültem Nyíregyházára, mert hogy ott van a székhelyünk. Korán férhez mentem, jöttek a gyerekek, aztán mikor letelt az az időszak is, hogy otthon voltam a gyerekekkel, mert már közösségi érettek lettek, tehát óvoda, iskola, akkor 1998-ban hívtak engem a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetéhez, mert akkor így hívták, és ott kínáltak nekem tulajdonképpen segítő munkát. Én a gyerekkoromtól fogva mindig úgy éreztem, hogy nekem segítenem kell egy másik emberen. Ez valószínűleg azért is alakult így, mert az osztálytársaim közül senki nem volt látó. Tehát mindenkinek, senkinek sem volt látás maradványa, csak tulajdonképpen nekem. És én úgy éreztem, hogy vagyunk ott heten, és ők hatan nem látnak, én meg egy picikét, és valahol rám voltak utalva is, és én, ez nekem maximálisan jó volt, hogy tudtam nekik segíteni, és így alakult ki, hogy ha nekik tudtam, akkor valószínű, hogy másoknak is fogok tudni, és azt gondoltam, hogy ha már látássérült vagyok, és nem lehetek régész, meg történész, ami szerettem volna lenni, akkor valamilyen segítő szakmán keresztül próbálok az embereknek segíteni. Ugye azt tartja a mondás, hogy vakok között félszemű a király, hát akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy hát te voltál a király azzal a kevéssel is, ami megvan. Igen, így van. És hát ugye régész nem lehettél, meg hát ugye szokták mondani, hogy tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász, de hát aztán ugye az ember, amikor felnő, akkor belátja, hogy melyek azok a szakmák, amelyeket elsajátíthat, illetve amelyekben dolgozhat. De akkor te tulajdonképpen, ha jól értem, akkor adminisztratív, tehát szellemi munkakörben dolgozol 1998 óta. Így van. Először telefonközpontos voltam egy nagy vállalatnál, és utána kerültem a Vakok Szövetségéhez, majd megalakult az egyesület. Végzettségem szerint szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző vagyok. Akkor, ha jól értem, ennek köszönheted, hogy oda kerültél az egyesületbe, vagyis a megyei szervezetbe, mert hát attól, hogy valaki sokat segít sorstársainak, attól még az nem magától értetődő, tehát nem vezet egyenes út egy megyei szervezethez, mert ha így lenne, akkor mindenki, vagy majdnem mindenki oda kerülne. Sajnos ez így volt először, hogy azért kerülhettem oda, mert oda került egy fiatal, ahogy szokták mondani, új hús,
aki mindenki megpróbált segíteni, mindenkinek kiárt mindent, és utána később tanultam. Tehát akkor tulajdonképpen tőle tanultál? Igen, tehát ez a szervezet motivált engem arra, hogy valamilyen formában hivatalosan is, tehát legyen szociális végzettségem. A szociális végzettségeddel kapcsolatban szeretném, hogyha mesélnél, illetve hát magával az iskolával kapcsolatban. Persze mondhatjuk, szociális terület, nyilván jobban segítenek, jobban odafigyelnek egymásra a tagok vagy az iskolatársak. Neked mennyire okozott nehézséget, vagy egyáltalán nehézséget, tehát okozott-e nehézséget a tanulás, a beilleszkedés az integrált közösségben, mert nyilván a szociális szakon már integrált közösségben tanultál. Hát először igenis okozott, mert hogy nem voltak tananyagok. Mármint több pontírásban, illetve hangos. Hát formában. Hangos, tehát számítógépen elérhető elektronikus tananyag pontírás, hát arról csak álmodni lehetne, de szóval nem volt elektronikus tananyag, az csak utána lett, miután összebarátkoztam a csoporttársaimmal, illetve a tanárokkal, és meggyőztem őket arról, hogy én másképpen tanulok, én más szükségletű ember vagyok, tehát nálam szükséglethiány lépett fel, és én nem tudok könyvtárba járni, vagy ha el is megyek könyvtárba, akkor nekem még utána óriási feladat a kikölcsönzött könyvből megkeresni, hogy melyik részre van szükségem, ezt beszkennelni, képernyolvasóhoz konfigurált formába tenni, tehát olvasni. Tulajdonképpen ezt úgy mondtam nekik, hogy mire ők levizsgáznak, én még majdnem akkor kezdek majd tanulni. És végül sikerült őket meggyőznöd? Nehéz volt meggyőzni egyébként őket? Nem volt nehéz meggyőznöm őket, aztán sikerült összebarátkoznom velük, és tulajdonképpen együtt tanultunk. Márhogy a tanárokkal, vagy kijelöltek melléd egy mentort? Nem, ez nem úgy működött. Ez úgy működött, hogy nekem volt egy barátnőm a csoporttársak közül, és vele tanultunk együtt. Értem, tehát akkor a barátnőd volt tulajdonképpen a mentorod, ha úgy vesszük. Igen. Illetve hát együtt jártátok ki akkor ezt az utat, de akkor ez neki is jó lecke volt, ha már úgyis a szociális területen tanultatok együtt. Persze, hát ő azóta a gyermekvédelembe helyezkedett el, de nem állt tőle távol, hogy fogyatékos embereknek segítsen. A Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége átalakult, ugye amikor az Európai Unióban csatlakoztunk, akkor legalábbis én így tudom, volt egy olyan követelményrendszer, hogy az EU-s támogatások miatt regionális egyesületekké kell alakulni a különböző megyei szervezeteknek, tehát másfajta forma, szervezeti forma kellett, hogy létrejöjjön, és ugye ezért alakultak meg a regionális egyesületek. Jól tudom, hogy a tiétek is ezért alakult át? Így van, tehát kezdetben volt egy Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, és megyei szervezetei voltak, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy nem voltunk önállóak, tehát jöttek az önkormányzati pályázatok, ha mi pályázni szerettünk volna, akkor nem volt aláírási jogunk, nem volt aláírási jogom, fel kellett szaladni Erhaltné dr. Molnár Katalinhoz Budapestre, ő írta alá, és így tudtunk beadni egy pályázatot. Aztán 2004-ben az állam azt mondta, hogy megszüntetjük a vakokról való állami gondoskodást, jön az Európai Unió, jönnek egyéb pályázati forrásteremtési lehetőségek, alakuljanak meg az önálló jogi személyiségű egyesületek, és tulajdonképpen ekkor átszerveződést hajtott végre az MVGOSZ, és így jöttek létre a megyei szervezetek, mint a mi egyesületünk is, a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Értem. Tehát, ha jól értem, akkor az államapparátus lett olyan 2004-ben, amikor már beléptünk az Európai Unióba, hogy szándékosan, mint hogyha lemondott volna a fogyatékossággal élő emberekről. Így, ahogy most elmondtad, ebből nekem ez jön le. Számomra ez derül ki. Ez így is van. És ez a mai napig így van egyébként, szerinted? Igen. Tehát, ha jól értem, akkor az állam szándékosan átruházza az Európai Unióra a támogatási jogokat magyarul, tehát tessék beadni egy EU-s pályázatot, aztán vagy nyernek, vagy nem nyernek. Így van, tehát azóta már hál' Istennek nem csak az Európai Unióra korlátozódott ez a pályázati lehetőség, hanem mindenféle pályázatok vannak, nemzeti együttműködési alap,
ez a Nemzeti Civil Alapnak az utódja, aztán a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, az FSK-hoz lehet pályázatot benyújtani, és nekünk tulajdonképpen az a feladatunk, egyesületi vezetőknek és munkatársaknak, hogyha a talpon akarunk maradni, akkor minden más egyéb lehetőséget is meg kell ragadnunk. Adó 1% gyűjtése, adományok szervezése, és minden, tényleg valóban minden olyan lehetőséget meg kell találnunk, hogyha pályázat, akkor pályázat, ha a partner kapcsolat kiépítése, akkor az, hogy tovább tudjunk működni. Az országos fogyatékosügyi tanács is, ugye ahová például a MEOSZ is előszeretettel fordul, ahol előszeretettel tartanak konzultációkat. Én úgy tudom, hogy ott azért van arra lehetőség, hogy az állami szervekkel is konzultáljatok, hogyha például valami nem úgy működik, ahogy azt ti szeretnétek, vagy például nem elég akadálymentes egy középület, vagy egy szolgáltatás. Igen, az országos fogyatékosügyi tanács valóban létezik, ennek viszont az országos érdekvédelmi szervezetek a tagjai, így a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, melynek most az elnöke dr. Nagy Sándor. Tehát ő jár rendszeresen ebbe a testületbe, és hallatja a hangját. Akkor ez ugye nyilván azt is eredményezi, illetve azt is jelenti, hogy veletek is szoros kapcsolatot ápol, tehát oda is elmegy, megnézi, hogy nektek, vagy megkérdezi, hogy nektek mire van szükségetek, meg hát nyilván ti is bármikor kereshetitek őt, hogyha nektek jut eszetekbe valami, amelyet szeretnétek megvitatni, vagy szeretnétek, hogyha a tanács elé kerülne. Természetesen az Országos Szövetségen belül van az Egyesületi Elnökök Tanácsa, itt 22 tagegyesülete van az MVGOS-nek, Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, hogy értse a hallgató a rövidítést. Igen, amely tehát egyébként egy ernyő szervezet. Így van, tehát 22 tagegyesülete van, és van kommunikáció az egyesületi elnökök, illetve maga a szövetség elnöksége és elnöke között, és ha bármilyen probléma felvetődik, akkor tudjuk, hogy hová kell fordulni, és azt gondolom, hogy érdemes is oda fordulni, és tagja lenni ennek a szervezetnek, és együttműködni, mert egy új elnökünk van, aki azt gondolom, hogy maximálisan kiveszi a részét ebből a fajta munkából. Az egyesület milyen módon tud segíteni a hozzájuk forduló tagjaiknak? Nagyon-nagyon sokféle tevékenysége van már az egyesületünknek. Mindig azt veszük alapul, hogy kinek hol hiányzik valami. Azt szoktam mondani, hogy a látássérült ember egyéni szükségletek alapon szükséglet hiányokon alapulva működik. Tehát nekem például egy látássérült embernek alapból hiányzik a látásom, és ebből kifolyólag például én igénylem azt, hogy minden nap legyen az életemben jelen a Braille-írás, hogy tudjak olvasni, tudjak művelődni, tehát legyen számítógépem, de az önálló életvitelemet megkönnyítő, segítő eszközöket is megkaphassam ott helyben, és ne kelljen érte mondjuk az ország másik részére, Budapestre közlekednem. De ha mondjuk ez az eszközöm elromlik, akkor ezt ott helyben, tehát Nyíregyházán, meg is tudjam javítatni. Tehát a saját hiányunkat, mert hogy az egyesületben rajtam kívül még dolgozik 4 látássérült ember, a saját kreativitásunkat, a saját szükségletünket próbáljuk meg a többi embernek az érdekében tulajdonképpen megvalósítani. És akkor ez azt is jelenti, hogy most már sikerült is ezt megoldani, hogyha bármi ott elromlik, akkor ott meg tudjátok javítatni.
Természetesen 2004-ben megalakult az Egyesület. Az első időszakban az volt a feladatunk, hogy nyilvántartásba vegyük a megyében élő embereket, és kiépítsük a partnerhálózatokat, illetve felkutassuk azokat a hiányosságokat, amikben hiány szenvednek a mi látássérülteink. Aztán 2010-ben történt nálunk egy óriási előrelépés, ami azt jelentette, hogy már nem megyei szintű működése lett az Egyesületnek, hanem országos egyesületet kezdtünk működni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és megnyitottuk a szolgáltató centrumunkat, amit úgy kell elképzelni, hogy az ország bármelyik részéről eljöhetnek hozzánk például látássérültek pontírógépet megjavítatni, vagy fehérbotot megjavítatni, vagy karbantartani egy telefont, egy számítógépet, informatikai segítséget nyújtunk a megyében élő látássérülteknek, akár a saját otthonukban, megtanítunk eszközöket használni. Tehát nagyon fontos, hogyha már például megvesz valaki egy beszélő vérnyomásmérőt, akkor azt tudja is, hogy hogyan működik, milyen funkciója van, hogy rendeltetésszerűen használja, erre is van nálunk lehetőség. Tudunk segédeszközöket kölcsönözni, Braille-t tudunk nyomtatni, van két nyomtatónk, van egy hangstúdiónk, ahol hangos könyveket, hangos információs anyagokat tudunk előállítani, tehát nagyon-nagyon sokrétű tevékenységünk van. Tehát saját stúdió gyakorlatilag akkor, hogyha valakinek van igénye, hogy ő szeretne valamit megkapni a hangos könyv formában, akkor tulajdonképpen meg lehet oldani, meg lehet szervezni, hogy ezt felolvassák. Így van. Önkéntesekkel dolgozunk, önkéntesek olvasnak nekünk fel. Természetesen van előtte mindig próbaolvasás, hogy alkalmas-e az ő hangja arra, hogy azt a látássérült emberek tehát be tudják fogadni az ő hangját, mert azért nem mindegy, hogy tájszólásban olvasunk fel, tele beszédhibával, vagy éppen érthetően, kultúráltan kommunikálva adjuk azt az anyagot a látássérülteknek. Te pedig akkor az egyik nagyon jó tesztalany vagy, mert nyilván akkor te is meg tudod hallgatni és véleményezni tudod. Természetesen. Oh.
Az előző részben Tünde említette a partnerhálózatokat. Nagyon fontos nyilván az, hogy milyen együttműködés alakul ki ezekkel a partnerhálózatokkal, illetve az elsődleges kérdés, hogy mely partnerhálózatok segítségére számíthat az Egyesület. Elsősorban olyan szervezetekkel próbáltuk kiépíteni a kapcsolatot, akik valamilyen szinten kapcsolódnak a mi munkánkhoz. Gondolok ilyenkor a Fehérbot Alapítványra, ahol elemi és foglalkozási rehabilitációs tevékenység van. Vagy gondolok a támogató szolgálatokra, mert nagyon fontos, hogy egy látássérült ember, aki nehezen közlekedik, eljusson A-ból B-be, tehát el tudjon menni például a temetőbe, a szeretteihez. Mert egyedül éppen nem tud elmenni, de egy támogató szolgálat egy szociális gondozó segítségével ezt a feladatot is meg tudja oldani. Aztán szétnéztünk a tagjaink igényeit követve, és megnéztük, hogy mire van szükségük. Rájöttünk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik leghátrányosabb helyzetű megye, és felvettük a kapcsolatot a Magyar Élelmiszerbankkal. Ő is egy partnerszervezetünk, hiszen 2011 óta rendszeresen tudunk a tagjainknak élelmiszert adományozni a segítségükkel. A munkanélküliség is, ha jól tudom, akkor abban a térségben elég nagy, talán még Borsod megye az, amelyik háttérben van, vagy még ennél is rosszabb helyzetben lehet. Így van, azt szokták mondani, hogy Szabolcs, Borsod, Nógrád, és akkor így mikor, hogy ki az első, ki vezet. Mostanában talán úgy hallottam, hogy Borsod megye, Nógrád megye és Szabolcs megye a harmadik helyzet, de ezek sajnos cserélődő tendenciát szoktak mutatni. Igen, a foglalkoztatás is nagyon, nagyon gyermekcipőben jár, főleg ami a látássérült emberek foglalkoztatását illeti. Az Egyesület arra próbál törekedni, hogy minél több látássérült embernek nyújtsa munkát, de főleg szakképzett látássérült embernek. Így az Egyesület 2006 óta rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal, 2012 óta rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk van, ami azt jelenti, hogy részt vehetünk a foglalkoztatásban, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalon belül működő foglalkoztatási hivataltól kapunk minimális bér és járulék támogatást, és ennek megfelelően most jelenleg 4 látássérült dolgozik az Egyesületben, egy kulturális szervező, akinek gyógypedagógiai asszisztens végzettsége van, egy adminisztrátor, akinek szociális segítő végzettsége van, egy rendszergazda, akinek ez irányú végzettsége van, én a szociális ügyintéző, dolgozik még nálunk egy látó, megváltozott munkaképességű dolgozó, egy immunbeteg, illetve 2 látó munkatársunk van. Az egyikük feladat az, hogy rehabilitációs mentor és tanácsadóként az 5 megváltozott munkaképességű embernek nyújtson olyan segítséget, amire éppen szüksége van, és ami a foglalkoztatásunkat elősegítse, például szervezzen nekünk tanfolyamokat, hogy tovább tudjuk képezni magunkat érdeklődési körünknek és beosztásunknak, munkánknak megfelelően, illetve van egy munkahelyi segítőnk, aki 5 embernek nyújt szakszerű segítséget. Például gondolok itt ilyenre, hogy elkísér minket, nyomtatványokat segít kitölteni, felolvas olyan iratokat, amiket látássérültségünkből kifolyólag nem tudunk felolvasni. Egy jól összeszokott, családias hangulatú munkaközösség van ott nálunk Nyíregyházán, és azt gondolom, hogy mostanra éred be az a csapat, akivel én nagyon szívesen dolgozom együtt. Tehát akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatallal vagytok nagyon jó kapcsolatban már, mint ami a támogatást illeti. Igen, ugyanúgy, mint az a többi 313 munkáltató, aki még ezt a fajta támogatást élvezi a hivatal által. Vannak olyan tervek, vagy olyan lehetőség, hogy fölvegyetek még több munkavállalót onnan a térségből? Természetesen folyamatosan ezen dolgozunk, de ez sajnos azért nem tud megvalósulni, mert az, hogy egyáltalán mi ott dolgozhatunk, az egy komoly pályázatnak az eredménye. És nagyon nehezen kapunk új státuszt létrehozására lehetőséget, vagy ha mégis,
akkor 3 évvel ezelőtti minimálbérnek megfelelő bér és járulék támogatásba részesül minden munkáltató, aki ebből a támogatási keretből kap részesül forrás szempontjából. A többit pedig nekünk kell hozzátenni. Tehát, hogyha nem lennének szolgáltatásaink, az akadálymentesítés, a Braille nyomtatás, vagy informatikai segítségnyújtás, de főleg az akadálymentesítés, mert abból van több olyan forrásunk, hogy ki tudjuk pótolni a dolgozók munkabérét, akkor nem tudnánk még ennyi embert sem foglalkoztatni. Hát 2012-es szinten vagytok? Így gyakorlatilag? Van. Így van. Uh-huh. De nem csak mi, hanem az a 310 akárhány munkáltató, aki ebből az akkreditált foglalkoztatói alapból részesül. Tehát aki gyakorlatilag megváltozott munkaképességűt foglalkoztat, és ez nem csak látássérülteket így tömörítő van, egyesület pontosan. Lehet. Tehát, így van. Ez a 2012-es 93.000 forintos munkabérnek megfelelő támogatást kapjuk 2015-ben is, tehát semmi változás nem történt azóta sem. Akkor most értettem meg, hogy miért vannak bizonyos munkahelyek, amelyek nem emelnek fizetést 3 éve vagy 2 éve. Így van, és miért vannak azok a bizonyos munkahelyek, ahol több diplomával látássérültek a zsebükben, 4 órában dolgoznak 40.000 forintért. Elképesztő. De hát, hogyha itt visszakanyarodunk ahhoz, amit te elmondtál a legelején, hogy ugye 2004-ben az EU-ba való belépéssel ugye az állam lemondott a fogyatékosokról, akkor ez azt jelenti, hogy ez nem ebben a kormányzati ciklusban alakult így, hanem ez 2 évvel ezelőtt, tehát ez a mindenkori magyar kormányoknak a felelőssége, vagy felelőtlensége, hogy akkor itt a fogyatékossággal élő embereknek a kezét, hát ha nem is engedte el teljesen, de hogy nem lobbizik annak érdekében, vagy nem tesz azért, hogy jusson már egy picivel több. Így van, tehát ez azért is nagyon hátrányos megkülönböztetés, mert ebben a fajta támogatott foglalkoztatásban nem veszik azt figyelembe, hogy valaki szakképzett, vagy csak 8 általánosa van. Hogy valaki mondjuk egy irodában ül, és nap mint nap érdekvédelmi munkát végez, szervez, telefonál, pénzekkel dolgozik egyebek, vagy pedig egy szociális foglalkoztatóban ül, és mondjuk fogpiszkálókat válogat. Na most ne úgy értse a kedves hallgató, hogy én lenézem azt a látássérültet, aki ilyen munkát végez. Persze, egyáltalán nem. Én úgy értem, hogy az állam nem becsüli meg azokat a látássérülteket, azokat a fogyatékos embereket, azokat a megváltozott munkaképességű embereket, akik saját korlátainak megfelelően tanulnak, nem csak egy diplomát szereznek, rengeteget tanulnak azért, hogy be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és ugyanolyan munkabért kapnak, mint azok, akik megállnak egy szinten. Igen, hát akkor én azt ígérhetem a civil rádió hallgatóknak, persze ígérni könnyű, mondjuk úgy, hogy megpróbáljuk, hogy megkérdezzük majd a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatalt, hogy ők ezt hogyan látják. Mert ez most engem is kíváncsivá tett, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Ha már itt tartunk egyébként, ugye Cibere Károly, szociális ügyekért felelős államtitkár rendszeresen ugye nyilatkozik a közmédiában, ugye, hogy próbálnak tenni, illetve hogy hogyan próbálnak tenni a szociális szférában dolgozók fizetéséért. Ugye te is szociális szférában nem, dolgozol, nem? Nem, alád, tehát én nem. Nem? Én is ugyanebből a támogatásból vagyok foglalkoztatva. Tehát a szociális szférában... Az más. Az más. Szociális szakemberek, szociális munkások, szociális otthonban dolgozók, tehát ilyenek. De te is az vagy, szociális tehát szakember, rendben, nem? Rendben van, de én nem abban a szférában dolgozom. Én valahol az állami szektor és a megváltozott munkaképességű munkavállalók között valahol vagyok, de igazából nem tudom, hogy hol vagyok. Tehát az a lényeg, hogy vagyok valahol, tehát én megváltozott munkaképességű munkavállaló vagyok, fogyatékos ember, és igazából nem tudom, hogy hol vagyok, tehát ilyen téren végzettségem az adott, de nem tartozom abba a szférába. Na, mert tulajdonképpen én arra szerettem volna csak rátérni, hogy akkor az államtitkár úrral ti mennyire vagytok kapcsolatban, mennyire van arra lehetőség, hogy konzultáljatok, hogy hát, ha meghallgatásra talál a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatalon keresztül, ha másképpen nem, vagy más módon nem. Hát az Országos Szövetség elnöke
jár ezekre a szakmai konzultációkra, és ő mindent megtesz és elmondja, hogy hogyan kellene, hogy egy kicsit pozitív diszkrimináció legyen az ember, fogyatékos emberek foglalkoztatása tekintetében. Az előző évekre visszakanyarodva nagyon fontos elmondani, hogy mindig egy évre adták a támogatást. Tehát tudtuk januártól decemberig, hogy van munkahelyünk, kapunk rá támogatást, jaj, de jó, hávály. Ebben az évben csak az első fél évre kötöttek a munkáltatókkal szerződést. Most a napokban kaptuk meg az újabb értesítőt, hogy megfeleltünk, és a második fél évre is megkötik velünk a keretszerződést. Tehát így élni, így dolgozni gyakorlatilag a Demoklész kardja ott lebeg a fejetek fölött. Így van. Minden fél év végén, hogy vajon megkapjátok-e a következő ciklusra. Így van, és ez körülbelül 30 ezer embernek a feje fölött lebeg. Igen. És hát ugye ez rányomhatja a bélyegét a munkavégzésre, a teljesítményre, mert ugye, hogyha az ember nincs biztonságban, vagy nem érzi azt a létbiztonságot, és ott van benne az a félsz, hogy hát nehogy Isten, miből fogok megélni és a családomat eltartani, hát akkor az bizony stresszt okoz, vagy okozhat, és akkor az ugye ronthat a teljesítményen, míg hogyha ennek az ellenkezője lenne, akkor nyilván az egy ösztönző erő lenne, és ösztönzőleg hatna rátok, hogy igenis, hogy érdemes dolgozni, mert abból jól meg lehet élni, és el tudjátok tartani a családotokat, és nincs létbizonytalanság. Valahol bennünk motoszkál mindig az a létbizonytalanság, hogy vajon meddig, de főleg az én dolgozóim között néhány emberkében, de én vagyok az örök optimista közülük. Én mindig úgy gondolom, hogy megtaláljuk majd azokat a forrásokat, azokat a lehetőségeket, pályázatokat, adományozókat, akadálymentesítési munkákat, egyéb közhasznú tevékenységeket, amiből majd ad nekünk a Jóisten annyit, hogy tudjunk tovább dolgozni, és tudjuk a látássérült tagjainkat szolgálni.
Kedves hallgatóink, még egy pár percig Filagória, a Védett Közösségi Tér című műsorunk hallják itt a Civil Rádióban. Ebben a műsorban olyan szervezeteket, embereket mutatok be, akik munkájukkal, önzetlen tevékenységükkel megpróbálnak másokon segíteni. A sok közül az egyik ilyen szervezet, egy egyesület, a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete, amelynek elnökével, Nemes Nagy Tündével beszélgetek. Nem túl rózsás képet festettünk az államaparátusról a fogyatékosokat illető támogatással kapcsolatban, de hát ugye te azt mondtad, hogy optimista vagy, megpróbálsz pozitívan hozzáállni a dolgokhoz. Beszéljünk akkor a jövőbeni tervekről végezetül, hogy mivel készültök, hát nyilván arra a ciklusra gondolok itt, ameddig biztosak lehettek abban, hogy megkapjátok a támogatást. Több pályázati projektünk is fut jelenleg. A MOL Új Európa Alapítvány támogatásával, közösen egy közösségért címmel, közösségi szolgálatos diákok bevonásával az Egyesület hangstúdiójában magyar irodalom tételeket olvasunk fel látássérült diákoknak. Ez kifut nálunk olyan november végéig. A fogyatékos személyek esélyegyenlőségért közalapítvány támogatásával most fejeztük be
a Látássérültek az egészségügyben című projektünket. Ez egyfajta szülősegítő szolgáltatás volt a pályázat eredeti struktúrája, amely azt jelenti tulajdonképpen, hogy mi látássérült emberek érdekvédelmi szervezet tagjai elmegyünk egészségügyi intézményekbe, vagy egyetemre, főiskolára, és az ott tanuló egészségügyi szakembereknek, vagy pedig a kórházban dolgozó szakdolgozóknak felhívjuk egy kiadványon keresztül a figyelmüket arra, hogyan is kell a látássérült embereket fogadni, hogyha ők történtesen betegek lesznek, és elmennek és meglátogatják az egészségügy bármely területét, hiszen nem csak a szemészetre jár a látássérült, hanem járható, lehető szülő is, lehető anya is, apa is. Igen. Tehát nagyon sok helyre megy. Ez egy kifutó projektünk, de ennek a folytatására van igény, hiszen írtunk egy tovább pályázatot. Működési pályázatot nyertünk a NEA-nál, tehát december 31-ig tovább tudunk működni, illetve szomszédulás projektünk fog kezdődni szeptemberben, amelynek az lesz a lényege, hogy Hajdú-Bihar, Jászlóközi-Szolnok, Heves és Borsod megyében működő és dolgozó vakok egyesületeit hívjuk vendégségbe, tehát szomszédolunk. Mi meghívjuk őket vendégségbe, és megismerjük egymás munkáját jó gyakorlatokon keresztül, illetve meghívjuk őket vendégségbe abba az iroda részlegbe, ahol mi dolgozunk, és mi a saját helyünkön mutatjuk be, mutatkozunk be, hogy nekünk milyen tevékenységeink vannak. Lesz idén még kommunikációs tréning a dolgozóknak, ez is egy sikeres pályázatunk eredménye, és tovább folytatjuk azokat a szolgáltatásainkat, amire a látássérülteknek igényük van. Tehát akkor itt az informatika főleg, mert ugye manapság az informatika nélkül gyakorlatilag bárki elvész, főleg egy látássérült. Így van. Van az informatikai segítségnyújtásunk, ami tulajdonképpen egy kétirányú szolgáltatás. Van, aki mozgékonyabb és könnyebben be tud jönni az egyesület irodájába, vagy a saját készülékét hozza magával, vagy pedig az irodai gépek egyikén tanulja meg az informatikai használatot. Akik nehezen mozognak, a részükre a rendszergazda kollégánk elmegy a saját otthonába, és ott mutatja meg, hogy hogyan kell saját környezetben, saját számítógépen használni az alapokat, és megtanítja neki ezt a fajta tevékenységet. Illetve nagyon innovatív és új szolgáltatásunk még az okostelefonok használatának megtanítása. Ezt is a rendszergazda munkatársunk végzi, úgy hívják, hogy Dankó Pál. Ő vezeti még tulajdonképpen a hangstúdióban folyó munkát is. De igény mutatkozik arra, hogy kiadványokat állítsunk elő, brejírásban, hangzó változatban. Két kiadványunk van jelenleg, az egyik az ismeretterjesztő kiadvány, a Szemezgető címet viselő, mely egy olyan periódika, ahol tulajdonképpen elsősorban látássérülteknek készül, de látók is olvassák. Főleg látássérült emberekkel megtörtént életeseményeket szoktunk beszerkeszteni az újságba. Illetve van egy másik kiadványunk, ami azt gondolom, hogy valóban hiánypótló, ennek az a cím, hogy Egészségker. Ebben minden olyan témát megpróbálunk összerázni egy ilyen sékerszerű valamibe, ami szorosan kapcsolódik az egészségügyhöz, az egészségvédelemhez, a prevencióhoz, természetgyógyászathoz, az alternatív orvosláshoz, egyebek. Ezt a kiadványunkat is brejben, illetve hangzóformában bocsátjuk a megrendelők rendelkezésére. Van egy olyan alapítvány, ha már az informatikát is említettük, amely ugye országos, 16. éve működik, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány. Gondolom, hogy akkor velük is jó kapcsolatban vagytok, hiszen ha bármire szükségetek van, akár programra, akár hardveres egységre, vagy konkrétan komplett számítógépre, akkor tudtok tőlük segítséget kérni. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal valóban jó kapcsolatunk van. Tavaly évben lehetővé tették azt, hogy azok az egyesületek, akik 2009-ben tulajdonképpen minimális költségért részesültek Jaws for Windows képernyősó programba, illetve a Magic nagyító szoftverbe, hogy az irodában tudják a dolgozók ezeket a programokat használni. Lehetővé tették, hogy tavaly is igénybe tudjuk venni ezt a fajta
támogatást, és minimális adminisztrációs költségért jutottak hozzá az egyesületek, így a mi egyesületünk is a fent megnevezett programokhoz, és ezzel is tudnak az egyesület dolgozói jogtiszta szoftvereken keresztül minőségi munkát végezni. Hát én nagyon bízom abban, hogy akkor ez a sok szép pályázat, amit itt felsoroltál, valóban sikeres lesz, és valóban meghozza a gyümölcsét, már nem csak azért, mert megnyertétek a projektet, hanem vagy a projektre a támogatást, hanem valóban nagyon nagy segítség lesz az érintetteknek. Hát ugye itt az irodalmi tételek nagyon megragadták a figyelmem, hogy ugye ha novemberre elkészül, vagy novemberre kifut, akkor ez a jövő év végén érettségizettek, tehát a jövő tanév végén érettségizetteknek lehet ez egy nagyon hasznos dolog. Így van. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát szebb jövőt, mondhatnám. Arra nézve, hogy akkor talán meghallgatásra talál a döntéshozóknál a ti kérésetek, meg a többi hasonló szervezet kérése, és előbb-utóbb nagyobb megbecsültséget fog élvezni ez a terület. Kedves hallgatóinktól pedig azzal búcsúzom el, hogy 2 hét múlva egy újabb izgalmas, érdekes történettel fogom önöket megismertetni, ahogy ezt tőlem megszokhatták. Ez volt már a Filagória, a Védett Közösségi Tér című műsorunk itt a Civil Rádióban. Még adós maradtam ilyenkor műsor végén, mindig elmondom, az elérhetőségeinkkel. Ha bárkinek észrevétele, kérdése, javaslata van, akkor a filagoria@gmail.com e-mail címen várom szeretettel. Telefonszámaink 0614890999-es, SMS számunk 0630-228-9800, Facebook oldalunk pedig Filagória, gondolatjel a védett közösségi tér, és van a Civil Rádiónak is egy Facebook oldala, Civil Rádió, gondolatjel FM98. Műsorunk YouTube csatornája pedig Filagória néven található, amelyen ez az adás is, ez a beszélgetés is, illetve korábbi adásaink is meghallgathatók. Az iménti beszélgetésben pedig Nemes Nagy Tünde, a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületének elnöke volt a vendégem. Használják ki a szép időt, és hallgassanak bennünket továbbra is. Ruzsa Viktor köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!